utam keresés a sejtelembe. Gyönyörű ösvényen vezetnek, és versek születnek. Két pont között című versével köszöntötte a vendégeket Nádi Mária az írása címét viselő kiállításának megnyitóján. Az irodalmi tárlat a költészet napjához kapcsolódik. A három nagy, a Kölcsey, Vörös Marti és József Attila látható portréba, és mindegyikhez van egy-egy vers. Vörös Marti nagyon kedves nekem, mert pontosan ugyanazban a hónapban, ugyanazon a napon születtem én is. Úgyhogy nagy kedvencem Vörös Marti. Minden alkotásához egy vers társul, amely vagy tartalmában, vagy szemléletében összekapcsolódik. Amit üzenni szeretnék, az, hogy ez a kiállítás szakrális jellegű, és a kiállítás mindig felemel, mindig egy ünnep, és egy hatalmas mankó, és ég és föld között ez egy létra, ez a kompozíció, ez a tárlat. Van, hogy a vers születik meg előbb, és azt rajzolja le Nádi Mária, de előfordul, hogy fordítva. Az alkotó azt javasolja, hogy előbb a képet tekintsék meg a nézők, és csak aztán a verset. Ezt április 30-áig tehetik meg a Fehérló Közösségi Ház galéria termében.